Józan húsvét elnevezéssel tegnap óta fokozott közlekedési akciót tartanak a rendőrök Magyarország egész területén. A húsvét hétfőig tartó ellenőrzés sorozat nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre is. A tegnapi, illetve a mai nap folyamán propaganda tevékenységet folytatunk elsődlegesen. Ennek célja az, hogy felhívjuk a ittas járművezetésnek a veszélyeire a figyelmet, az, hogy ittas állapotban közlekedni nem csak saját magára veszélyes az embereknek, hanem a közlekedés részvevő más járművezetők, illetve a gyalogosok számára is. Ezen túlmenően az ellenőrzés, illetve a felhívó tevékenység kiterjed a kerékpárosokra is. Ott is a kötelező, az ajánlott tartozékoknak a használatára, valamint a motorosoknál a bukósisaknak, illetve a védőfelszerelésének a használatára is. Húsvét mindkét napján is a szokásostól több rendőr teljesít majd szolgálatot a közutakon, és elsősorban az alkoholfogyasztást ellenőrzik. Évekre visszamenően az a tapasztalat, hogy hétvégente, főleg péntek, szombat, éjszaka több ittas járművezetővel szembe intézkednek a kollégáim. Ez abból történik, hogy nagyon sok fiatal gépkocsival, sajnos gépkocsival megy szórakozni, és ott alkoholt fogyaszt, és ezt követően pedig részt vesz a közúti közlekedésben. Tehát hétvégente mindig több az ittas vezetőnk, illetve a húsvét másnapján, amikor ugye a locsolkodós nap van, akkor is rengeteg ittas vezető van, őt viszont az a tapasztalatunk, hogy főleg kerékpárosok. Sok kerékpáros azt gondolja, ittasan is részt vehetnek a forgalomban. A jogszabály azonban meghatározza, hogy 0,25 mg per liter véralkohol szint, vagyis körülbelül egy üvegsör elfogyasztását engedélyezi, de úgy, hogy ekkor már a kerékpáros főúton nem közlekedhet. Az elmúlt napokban is folyamatosan az utcán voltak a rendőrök. A hét elején 3 napon át az egész ország területén, így Hódmezővásárhelyen is a gyorshajtókat figyelték a rendőrei. Ez alatt az idő alatt 130 renitenst fogtak. A tavasz a közlekedésben egyébként is kritikus időszak, mivel előkerülnek a garázsokból a nagy teljesítményű motorkerékpárok. A motorosok ráadásul a téli időszakban kiestek a rutinból, ami komoly közlekedési problémákat eredményezhet. Rájuk külön figyelmet fordít ilyenkor a rendőrség. Májustól rendőrmotorosokkal is találkozhat majd a lakosság Hódmezővásárhelyen.